Együttműködő partnerünk a Móra Ferenc kiadó. Lázár Ervin, döm 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 döm, döm, döm. a mesét elmondja Mikó István. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak, hárman is, nevezetesen Bruckner, Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és Vacskamati. – Te meg, mamiti lesznek a döntőbírók! – üvöltötte éppen Bruckner, Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. – Miféle bíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a létkedő fenyőfa, s nem sokkal később Ló Serafin a Kék Paripa. Most már öten üvöltözte. Én tőlem megszakadtattok az ordibálásban, mondtam, hogy kamakka. Addig úgy sem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen is egyenként beszélni. Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét. Arról van szó, kérek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte a romó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy hát szóval henceg! Még hogy igenis! Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt. Hadd mondja végig Aromó, az oroszlán elhallgatott elhatároztuk át, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér eltöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint lehúrogták. Jól van, mondta Mika Makka, ezen nem újon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé. Ki akar versenyezni? kérdezte. Mindenki fölemelte a kezét, még szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja a múltkor Mikamakával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy dömdödöm alászorult. Hú, 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 fiú, Lengettek, rengettek, fütyörésztek, fityirésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak, dühöngött Bruckner Siegfried. Hallod, Mikka Maka, azt mondja, nem vers, méltatlankodott szörnyeteg Lajos. Mikka makka ráncolta a homlokát. Hát bizony, mondta aztán, kedves Lajos, ez tényleg nem vers. Miért? lobogtatta a papírját szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búbját, valami okosat akart kisütni, ki is sütött, mert mikor szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta. Csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön szíre is lépett a második versenyző, maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Ej, mi a kő, tyukanyókend, a szobában lakik itt bent. Áj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad. Hát kicsoda, háborgott Bruckner Siegfried. Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez? Jó, jó, vágott közben Mikka Makka. De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő. Úgy van, helyeseltek a többiek. Ki az a Petőfi Sándor? kiabált Bruckner Siegfried. Sose hallottam a nevét. Elég szégyen, mondta Maminti, de a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni. Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is, idesüssetek! póz, arc az ég felé, neki kezdett. Ej, hey, kent csukanyú, mi a kő? Itt bellakik a szobában? Ho -ho -ho, adonászott a romó. kitekerve, és ráadásul rincsik benne. Rímnek kell benne lenni? kérdezte Bruckner Siegfried mi kamakkát. Hát nem árt, mondta az, de ne az anyám tyúkját mondjad, akárhogy forgatod, úgy is ráismerünk. Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját, mondom. Elkezdte. Apám tyúkja, írta Bruckner Siegfried. Ej, tyúkapó, mi a kő? Itt belakik a szobában, kend. Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni, dühöntek a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried. – Bizony nem, – mondta Mikka Makka. – Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt! Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárd, a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére, szavalt, csak úgy zenget. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a makonda, ha ráterelnék a makondát, széttiporná az anakondát. Ugyan miféle vers ez? mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a ménes, ha ráterelnék amaménest, széttiporná az anaménest. A többiek tapsoltak, tetszett nekik aromó gúnyolódása, sőt, hogy köszörüljön a költő tudományán esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt. Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az amacsorda, de nem tudja ezt amacsorda, ha ráterelnék amacsordát, széttiporná az amacsordát. Nagyzoár tobozai vöröslöttek a mérektől. És az nem mondanád meg, mi a csodát jelent az az anacsorda meg Ana ménes. Ugyanazt, amit az anakonda, kiabált közbe vacskamati. Az a semmit. Az anakonda igenis egy állat, bizonygatta nagy Zuhált. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka-Makka. Senki! Zúgták a többiek. Nem ér! hadonászott Nagy Zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban, ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának. Kinek van természettudományi kis lexikonja? kérdezte Mikka Makka. Senkinek! felelték kórusban. Ezen nem újjon, szólt ekkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. Csiribi, legyen itt egy csiribá, természettudományi prics, kis lexikon prics. És már ott is volt a lába előtt. Nosza, nekiestek, lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az ABC-ben az A? kérdezte vacskamati. Hát tudom, vagy előre számítva, érdeklődött a rómó de akkor már nagy Zoárd diadallal felkiáltott. Itt van az ötvenkilencedik oldalon, és olvasta. Anakonda, ennek tesz Murinus, állat, tíz métert is elérő dél-amerikai óriás kígyó, áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja. Hát, legyen neked ez a legszebb állat, Mormogta a de mit volt mit tenni, el kellett fogadni nagy zoárd versét, mert íme kiderült, van anakonda nevű állat. Jöhet a következő, intett Mikkamakka. makka. Ló Serafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát. Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz ott de ha én elpüstülök, belőlem nem lesz tulok. Hát, az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy. Még, ha elpüstülök, viogott Bruckner Siegfried, elpüstülök a rögést. Csend, kiáltott Mikka Makka. Ki következik? Én, mondta vacskamati. Egy egészen rövid verset írtam. Halljuk! Szerda ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán szörnyeteg Lajos megkérdezte. Miért csütörtökül ordít? Mert csütörtök, mondta vacskamati. Ha a péntek lenne, péntekül ordítana. Idegen nyelveket nem tud, akadékoskodott Bruckner Siegfried. Nem, mondta vacskamati. Ez egy műveletlen csüdörtök. Mikka-makka megrázta az elnöki csengőt. Elég, mondta. Halljuk Aromót! Arumó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére. Rázendített. Bálom be ki bagufan, bálom a fún. Nem ér, ordított közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle. Arról nem volt szó, hogy tett, ott ál, is lehet verset írni. Ezett tokját, tett, ott ál? háborgott Arumó. Ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem, mondta Bruckner Siegfried. Már meg is sózhatod, felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott. Bálom bagofan, bálom beke bigafún, búlám bőgi fan, ború baká bőgő fén, bílom bakú – Ez semmi! – mondta Ló Serafin. Így a gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers. Igenis vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki. S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta, bizonyítsd be, írj egyet. <fér> Nem is kell leírnom, mondta Ló Kapásból Kopásból elmondhatom. És már mondta is. Kúmirelő kőtyúval, al, kúmúri lekücsúl, kúmarúli ketyül, kúmúraló kicsől, kúmirúla kúgyjel, kúmirénú kagyúil, kiverülök kutyaul. Jó, jó, de semmi értelme sincs, de hogy kiverülök kutyaul, szólt a romó. Ki egy zseblámpa ellen, vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutyaul? Ha esetleg elfárad, Vetette közbe vacskamati. Miért ne fáradhatna el egy kutyaul? Vagy a kutya nagyon nyomja belülről? kelt Bruckner Siegfried is lószer a film Rendben, mondta a romók, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom. Ez igaz, hagyták helyben a többiek. Talán már nem rossz, epéskedett nagyzoárd, csak versnek. Mikka-makka megint csengetett. Halljuk az utolsó versenyzőt. Nagy pironkodva előállt döm-dö-döm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, döm -dö döm így szavalt. Döm-dö-döm, döm-dö-döm, dö döm 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 nem ér, rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prampapam, 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 Nono! Pram – No, no, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm -dö -döm verse. Miért? Mit jelent? Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret. Engem is? kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried. Persze, téged név szerint is megemlített, mondta Mika Makka. Én nem dödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat. Adjuk, 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 kiabálták a többiek. Mika Makka és Maminti egy babér koszorút helyezett dömdödöm fejére. Te győztél, mondták neki.